tavaly év folyamán megtanultuk azt, hogy a környezetükben többféle anyag található. A tárgyak különböző anyagokból készülhettek. Fából, bőrből, üvegből, fémből, műanyagból, porcelánból, papírból. Ezeknek az anyagoknak a tulajdonságait tudjuk jellemezni a színükkel, a formájukkal, a szagukkal, az illatukkal, az ízükkel, a felületükkel, a halmazállapotukkal, a hőmérsékletükkel és a tömegükkel. Láthatjuk a képeken, hogy a széknek például ismerjük a színét, az anyagát, a formáját, a tömegét. Tudjuk azt, hogy fából készült, barna színű, kemény és nehéz esetlegesen. A üvegpoharakról tudjuk azt, hogy áttetszőek, gömbölyű formájú, szilárd halmazállapotú, és lehetnek könnyűek vagy nehezek. Tehát ezeket a tulajdonságaikat különböző érzékszerveink segítségével tudjuk érzékelni. Hiszen a szaglásunk lehetővé teszi azt, hogy szagokat érzékeljünk, ne együnk meg olyan ételt, aminek nem kellemes az illata, vagy ne kóstoljunk meg olyan folyadékot, amely például büdös. Tehát az orrunk segítségével érzékeljük a finom illatokat. A színeket a szemünkkel érzékeljük. Ugye teljesen máshogy érzékeljük a erős fehér fényt, mint a fekete fényt. Az egyik az a jóságot jelenti, a másik a félelmet, az erőt. Tehát a fény, a szín érzelmeket is ki tud fejezni. A narancs a boldogságot, a piros a veszélyt is jelentheti. Nem véletlenül van, ugye, a közlekedési lámpáknál is a piros lámpa a veszélyre figyelmeztet mindig, hogy meg kell állni már. A bőrünkkel érzékeljük a tárgyaknak a felületét, a tapintással tudjuk meghatározni, hogy annak a felülete puha, érdes, sima, szúrós, sikamlós, gömbölyű. Tehát ezeket a tapintással tudjuk érzékelni. Ezeket egész kisgyermekkorotokban tanultátok már meg, tehát ha ránézel a cukorra, arról a kristálycukorra vagy a kockacukorra, egyből fogod tudni a színéből, a fehér színből, hogy annak édes az íze. Ha citromot meglátod, tudni fogod, hogy annak savanyú az íze. Viszont ha ismeretlen étellel találkozol, ugye azt először meg kell kóstolnod ahhoz, hogy tudjad, hogy milyen az íze. Ugye igyekeznünk kell arra, hogy a körülöttünk lévő tárgyak környezetvédő anyagból készüljenek, újrahasznosíthatóak legyenek, hogy az eldobásukkor ne a szemét mennyiségét növeljük. Ilyen újrahasznosítható anyagok a fémek, a papírok, a műanyag, az üveg, a növényi hulladékok. Ezeket ugye szétválogatva kell gyűjtenünk. Ha jól megnézted ezeket a képeket, és megfigyelted a különböző tulajdonságaikat, amiket az előbb elmondtam, könnyedén fogod tudni a munkafüzet 46. oldalán a feladatokat megoldani.
Ugye az első feladatban a különböző színű virágokat kell rajzolnod, a második feladatban különböző formájú vázákat kell rajzolnod, a negyedik feladatban 4 olyan dolgot, amit az illata alapján tudsz beazonosítani.